úgy lukadtam ki erre a mesterségre, nem a gyerekkorom gazdagsága, élmény gazdagsága miatt, hanem a hiányok miatt. Annyi minden nem történt meg velem, és annyi mindennek kellett az akkori eszemmel, vagy akár a későbbiekkel utána gondolni, vagy kibővíteni. Ha nincs, akkor majd megteremtem magamnak. Akár törökülésbe, együltő helyenbe, magam elé nézve. Mert úgy is lehet. Sokat voltam egyedül például, és egy cseppet nem bántam. Nem sírtam, nem lamentáltam. Nem tudtam, hogy így kellene ennek lenni, vagy nem. Amikor így sokat voltam egyedül, nagyon szívesen fordultam például az adódó dolgok, az többek között, akár legyen egy hangyaboly. Őt hagyni kell. Ő úgyis meg fogja oldani. Sőt, én azt is láttam benne már, hogy valami ellen abstart nagyon morog, amit ő abszolút elvet, és nem egyezik vele. És aztán meg utána a végén pedig egy nagyot nevettem rajta, mert ugyanoda kanyarodott vissza. Csak hát neki azt le kellett táncolni, azt a kört. Tehát, hogy ő ilyen. Ő ilyen. Őt szerintem nem lehet így igazítani ennyire. Tehát sokkal képlékenyebb, sokkal fantasztikusabb ahhoz, hogy be lehessen fogni. Egy szerkezetbe valahogy be lehessen őt gyömöszölni. Így indirekt instrukciót jobban szeretek, mint azt mondja nekem, hogy a rossz rendezőt nem lehet megismerni, a pasas bejön az ajtón, megáll, érted? És körülnéz. Érted? Mert mondanak el ilyeneket. Az egyik legjobb instrukció, az Ádám Ottótól kaptam, kérdeztem, hogy hogy áll föl az, hogy indul el ez a pasas ezután az inzultus után, ami korábban érte. Mint egy érett sajt az asztalon, mondta. És én azonnal értettem, hogy mire gondol. Amikor a fűtőtese kirakott kamember reggel még ilyen feszes, és délben jön az ember, az lassan bekebelezi az ott hagyott kulcsot, meg a nem tudom micsodát, a hamutartót is, meg ami a környezetében halálos lassan mindent fölfal. Olyan részletgazdagon tud játszani, és olyan részletgazdagon próbál, és akkora energiákkal, hogy elképesztő. Ha elkezdődik a próba, akkor ő nem 100%-on van ott, hanem 150%-on van ott, és a legapróbb részletekig mindent megpróbál kipucolni. Hogy merít az emberek szeme elé kerülni? Nem szégyeled magad, hogy elherdálod a vagyont, amit a szüleid a vérük önítékével szedtek össze? Nem szégyeli magát, hogy ilyen szemérmetlen gamatot sajtol ki az áldozatából, csak azért, hogy egymásra rakosgathassa a tallérokat? Te pusztulj a szemem előtt, te itt vagy, te pusztulj innen! Ki a nagyobb bűnös maga szerint? Mi? Az? Aki pénzt kér kölcsön, egy szüksége van rá? Vagy az, aki elrabolja más a pénzét? Ti? Mert aztán nem is tud mit kezdeni! Tény a szemem előtt! A vér szerinti! A vér szerinti fiam!